Sziasztok! Mert úgy tűnt nekem, hogy egész régóta nem csináltam videó napló bejegyzést, hát múlt hét elején talán, de annyi minden felgyűlt közben a fejemben, amit leírtam volna, de le is írtam részben a privát Facebook oldalamra, meg úgy nagyon sokat gondolkoztam. Először is három napig hallgattam egy nyolc órás hangos könyvet, és nagyon-nagyon és hasznos volt. Ez simre a férfi című könyve, és utána elkezdtem a nőt is hallgatni, és nagyon-nagyon érdekes volt, és ráadásul olyan nagyon jó felfedezés volt számomra, hogy egy olyan csomó jelenségre mutatott rá, amit már én is felismertem egy ideje, csak, csak én így nem fogalmaztam még meg, hanem úgy mászkált a fejemben a gondolat, és jó volt látni, hogy egy szakember, aki azért elég sok emberrel találkozott, ő is megállapította ugyanazt, mint én. Meg mindenféle egyéb videót néztem, amit rengeteget gondolkodtam, és, és nagyon jó, jó volt. Tehát ez megint egy jó, olyan volt, mint hogyha egy ilyen kalandot éltem volna át, egy ilyen, ilyen szellemi kalandot, anélkül, hogy kimozdultam volna a lakásból, mert közben azért sajnos a, a műtött lábam az még mindig eléggé bekorlátoz, most például itt fel van rakva az asztalra, mert rájöttem, hogy csak egy bizonyos óra mennyiséget tudom lógatni lefelé a lábamat. Egy idő után elkezd borzasztóan feszülni, és hát ezt még figyelembe kell venni az elkövetkezendő hetekben, hogy mennyire terelhetem a lábam. És egy nagyon fontos dolgot. Megtapasztaltam, amit már más ö, témában is, de most a visszér műtét témában, azt, hogy amikor meséltek valamit embereknek, hogy mit tudom én, szültök, ilyen olyan műtét van, ilyen olyan élmény, kaland, házasság, barátság, bármi utazás, akkor sokszor az emberek így úgy akarnak ehhez kapcsolódni, hogy elmesélik a saját élményüket, vagy hogy a a kolléganő, sogor nője mit élt meg aval kapcsolatban, vagy a nagybácsi feleségének a, a kolléganője, meg ilyen egyéb dolgok. És, és így azt gondolják az emberek, hogy akkor nektek is úgy kell működni. És én, és én ezt már a szüléskor is, meg a gyerekneveléskor is megtapasztaltam, hogy jöttek ilyen kéretlen tanácsok, meg ilyen megállapítások, hogy én úgy csináltam, meg nálam úgy működött, meg stb. És én ezt megértem, mert én is szoktam így mesélni saját élményeket. De én, amikor elmesélem a saját élményemet, nem, nem várom el, hogy, hogy utána az az ember teljesen ugyanúgy működjön. Volt idő, amikor azt hittem, hogy mindenki képes arra, mire én, de aztán, aztán erre jobban beláttam azt, hogy nem. És ez nem gáz, mert az emberek különbözőek. És itt a visszérműtéttel is az volt a tapasztalatom, hogy még a műtét előtt rengeteg olyan hozzászólás volt, ilyen ke kedélyes beszélgetések keretében, amúgy nagyon cuki emberektől, akiket szeretek, hogy jaj, a nem tudom kicsodának is volt ilyen, aztán kiújult, meg mit tudom én, ezek az izék, amiket egyébként szülés előtt is hallgattam, amikor vártam a fiamat, és akkor teresség alatt végig ijeszgettek mindenfélével, volt aki konkrétan azzal, hogy a csecsemők nagyon hangosak, azt tudod? <laughs> Tehát így <coughs> ez olyan volt, mint amikor a visszérműtéttel ugyanez volt. De gondolom, aki más műtéteken megy keresztül, ez itt valahogy Magyarországon egy ilyen, egy ilyen általános trend, hogy mindenki a saját dolgát így a másikéhoz hasonlítja is, és ez hat az emberekre, és rám is ez hatott évekig. Én is nagyon sokszor estem ebbe a hibába, hogy valami nekem működött, valami, valamit én meg tudtam csinálni, vagy el tudtam érni, vagy valamit nem tudtam elérni, és akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor az más is, de nem. És itt a visszérműtétnél figyeltem meg, hogy így voltak emberek, akik azt mondják, de hát már eltelt három és fél hét, hát ilyenkor a nem tudom kicsodám, az már jött-ment, visszament dolgozni, cipekedett minden, ja persze kiújult neki, de hát már csinálta. És akkor így... És így nem értik, hogy az emberek különbözőek. Először is az embernek a fizikai erőnlétét az is meghatározza, hogy, hogy nem csak a visszérműtét maga, hanem az összes dolog, ami hat rá, vagy hatott rá. Tehát én például sokáig nem értettem, hogy miért van az, hogy az én izületeim rosszabb állapotban vannak, mint egy átlag 46 évesé. Aztán, aztán, ahogy tanultam, és rájöttem, hogy az embernek a fiatalkori táplálkozása, vagy hiánytáplálkozása befolyásolja a teste felépítését. Egyszer csak megvilágosodott bennem, hogy én fiatalkoromban évekig hiánytáplálkoztam mindenféle étkezési zavar miatt, meg felszívódási zavar miatt, és volt, hogy nagyon mélyen a a, a normális testtömegindex alatt voltam, és nagyon le voltam fogyva korosan soványan. És most egyébként a normál tartomány közepén van a testtömegindexem, és, és pont jó, jól vagyok ilyen szempontból, de évekig volt, hogy, hogy vagy minőségileg éheztem, vagy mennyiségileg vagy bevittem a megfelelő mennyiséget, csak olyan ételeket vittem be, amik nem tudtak jól hasznosulni a szervezetemben. És nagyon sokszor nem is ittam, borzasztó keveset ittam, és ezek így összeadva rontják az izületek állapotát, és természetesen így a gerincnek a porckorongjait is. És sajnos most már a nyakamnál is kialakult ugyanaz, mint a derekamnál, és valószínűleg a gerincem közepénél is lehet, mert görbül a melkasom. És nagyon sokat kell arra figyelnem, hogy hogy tartom magam, és ezért például a rajzolás nem megy, meg nagyon sokszor telefonon írogatni, az is rossz a nyakamnak. És ez eléggé korlátoz, de próbálok a kereteim között jól, jól funkcionálni. Tegnap volt az első munkanapom, mikor bementem dolgozni, és hát rögtön éreztem, hogy a három és fél hetes pihenés az mennyire, mennyire, megártott, mert az izmaim hiába voltam kétszer úszni, az izmaim úgy elvesztették a tónusokat, tónusukat, meg az erejüket, és mikor jöttem hazafelé, akkor zsibbadtak a karjaim, mert ugye emelgettem a rollert, meg pakolgattam a, a bkv -záshoz. És roller nélkül meg nem tudtam volna menni, mert nem bírom a táskát vinni. Tehát az a baj, hogy évek óta nem bírok hátizsákkal járni, mert a gerincem porckorongjai egyszerűen össze vannak nyomódva. És ja, és az volt a legszörnyűbb, amire rádöbbentem, hogy én évekig nem tudtam azt, hogy nekem nem lett volna szabad nehéz terheket cipelnem, mert senki sem mondta azt, hogy hékás te nem tudtál kamaszkorodban hátizomra gyúrni, és te nem úgy táplálkoztál, mint ahogy kellett volna, nem kéne a 11 kilós gyereket hurcolni, meg a nem tudom hány kilós hátizsákot. És ugyanúgy hurcoltam, cipekedtem, és végeztem ülő munkákat, mint az, aki nem feküdte végig a kamaszkorát kórházi ágyakban, meg, meg nem éhezett. És ezt igazából nagyon fontos lenne másoknak is tudni, és lehet, hogy ezekről még mindig nem beszélnek a szakemberek, mert sokszor nem is érnek rá az orvosok, mert egy 15 perces vizit alatt nem tudják megkérdezni, hogy és ne haragudjon asszonyom, 10 éves korában, amikor építette a testét, akkor miből táplálkozott, mennyit evett, milyen állapotban volt, mert nagyon sok reumatológus egyébként rájönne, hogy, hogy egy, egy, csomó fiatal, 40 éves nő vagy férfi kamaszkorában az elégtelen táplálkozás miatt került olyan, olyan fizikai állapotban, hogy már 40 évesen megy tönkre a gerince. Meg amikor a gyerekek ugye állandóan az iskolapadban ülnek, meg cipekednek, az nem éppen hátizomfejlesztő. Úgyhogy Úgyhogy ezeken gondolkoztam el, amikor azt tapasztaltam, hogy a fizikumom mennyire romlott, és hiába tornáztam, meg ettem fehérje tartalmú ételeket, meg, meg gyümölcsöt, meg zöldséget, meg ami volt itthon. Igazából nem nagyon tudtam bevásárolni az elmúlt három és fél hétbe, azt tettem, ami itthon volt, és Amúgy bőven elegetettem, nem voltam éhes, de, de mégis, ugye, amikor az ember egy gyengébb ö, csont és izületi rendszert mozgat az izmaival, akkor az több munka, az több izom munka. És én tegnap csupán annyit csináltam, hogy kocsival bevittek a munkahelyemre, ott, mit tudom én, jártam egy kilométert összesen, és ülve, fölrakott lábbal tartottam egy foglalkozást, és ülve fölrakott lábbal egy rövid adminisztrációs munkát megcsináltam, és annyira ki, és hazafelé BKV-val jöttem, ami azt jelenti, hogy buszozás, metrózás, egyik villamos, másik villamos, tehát négyféle jármű, plusz a járkálás a, a megállókban, és annyira kifáradtam, mint hogyha három kilométert úsztam volna, és hazajöttem, délután lefeküdtem, déli 12-re értem haza. Tehát ez amúgy máskor nem egy megerőltető dolog. Most déli 12-kor olyan fáradt voltam, hogy szinte leszakadt az arcom. Egész délután feküdtem, így épp, hogy ahhoz volt energiám, hogy a fiammal lefolytassak egy beszélgetést, egy nagyon fontos és hasznos beszélgetést, mielőtt elment edzésre, de különben meg se bírtam szólalni. Így gondolkoztam, hogy jaj, kéne csinálni egy videónapló bejegyzést, tök jó lenne elmesélni a munkanapomat, meg, meg a felépülést, meg mit tudom én. Aztán így, így rájöttem, hogy nekem várasztó beszélni. És nem nagyon szólaltam meg. Picit írogattam Facebookon, így tudtam, hogy néhány embernek fontos, hogy, hogy halljon rólam idézőjelbe, meg tudja, hogy hogy vagyok. És, és ennyi. És nem volt erőm semmihez. Körülbelül átaludtam és szenderektem a délutánt, és minden végtagon fájt a vállaim, a lábam, a gerincem. És nagyon-nagyon-nagyon nagyon megterelő volt. És az volt a legdöbbenetesebb, hogy idegileg is nagyon kimerültem, mert eleve ugye nekem érzékenyebb az idegrendszerem, és, és a legkisebb ingerek is, amit egy átlag neurotipikus ember lesetóik, az nekem már egy sokkal erősebb hatás. És az, hogy én elmentem reggel egy közösségi térbe, találkoztam új emberekkel, majd pedig a munkahelyemmel, még több új emberrel találkoztam, és még beszélgettem is velük, és amúgy egy nagyon-nagyon pozitív élményem volt a munkám során, amit egy kicsit beárnyékolt az egyik kollégámnak a faragatlansága, de hát fájtlat rá, igazából a többiek meg nagyon cukik voltak. Szóval, szóval mindez, mindez így ö, az érzékeimet annyira leterhelte, és akkor még visszafelé jöttem ugye BKV-val, az megint rengeteg inger volt, és nagyon sok pozitív inger. Tehát igazából ez egy ilyen, ö, ilyen mítosz, vagy nem is tudom, egy tévhit, hogy a, a pozitív ingerek azok nem stresszelik az agyat. Dehogy nem. Ha kimegyünk egy gyönyörű, szép, tavaszi, virágzó parkba, az az ember agyát idéző elbe stresszeli. Ez egy másfajta stressz, ez egy olyan pozitív stressz, mert hirtelen ilyen rengeteg szín, meg illat, meg hang bejön az ember ö, érzékszerveink keresztül, és egy neurotipikus embernek ez, ez semmi. Ez csak így földobja, mert jaj, de izgalmas, és milyen klassz. De de aki mondjuk ö, ö, egy kicsit máshogy működik, annak egy munkanap után, vagy egy két munkaóra után, vagy három munkaóra után, az, az egy te, tehet, tehát hiába, hogy nagyon boldog voltam, hogy láttam a virágzó bokrot, amit egész évben mindig figyelemmel követek, hogy éppen hogy van, meg láttam egy csomó ismerős helyet, meg fát, meg ismerős sarkot, meg a kedvenc hidamnak a feljáróját megnéztem, mert még éreztem, hogy nem tudnék átmenni a hídon. És, és ezek a klassz élmények is fárasztóak voltak. És utána, amikor hazajöttem, csak becsuktam a szemem, nem bírtam még hallgatni, a YouTube-on szoktam el, elalváshoz hallgatni ilyen kis videókat, meg, meg hangos könyveket, és annyira fáradt voltam, hogy nem bírtam hallani semmit. Bőven elég volt az a kevés zaj, ami beszűrődött az utcáról, és, és azon gondolkoztam, hogy úristen, csak holnap bírjak működni, mert ezt a mai napot most kivettem szabadságba, mert, mert készülni kell az ünnepre, és idáig itthon rendezkedtem, pakoltam, meg ruhát hajtogattam, meg próbálok így, így elrendezni mindent, hogy, hogy a, az ünnepen ne kelljen csinálni semmit. Persze ez egy ilyen illúzió, mert az csak azt teheti meg, aki helyet kitakarítana. De, de az ilyen nagyon, nagyon nehéz dolgokat azért megcsinálom, vagy ilyesmi de, de próbálok úgy rákészülni az ünnepre, meg megszervezni, hogy hol töltöm a széderestet, és, 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 egyszerűen most azt tervezem, hogy hogy fogok holnap bemenni, hogy fogom azt így túlélni idézőjelbe, mert ma is csak itthon vagyok, de ahogy dolgozgattam, tettem, vettem, járkáltam a lakásba, és biztos, hogy lejártam egy fél kilométert itthon, érzem, hogy feszül a lába, mint hogyha kis tükkel szurkálnák, és lehet, hogy Jóska Pistának, meg Sanyi néninek nem fáj a lába a visszérműtét után három ö, héttel, és virgoncán rohangál, míg ki nem újul neki a visszere, meg, meg lehet, hogy egy tenyeres, talpas, disznótoros finomságokon felnőtt embernek sokkal másabb az izom, és struktúrája meg a kötőszövetei, és ő sokkal jobban bírja ezt, az nem azt jelenti, hogy nekem azt ugyanúgy kell hoznom, azt a teljesítményt. És itt van sok ember eltévedve, és voltam egyébként én is ebben a helyzetben, hogy nem igazán néznek a dolgok mélyére. És ez nagyon könnyű elkövetni ezt a bűnt, mert elég csak egy kicsit felületesnek lenni, és hagyni, hogy az emberre hasson, az a környezeti kulturális ö, hatást, tulajdonképpen mert ez ugye a magyar kultúrának a része, hogy állandóan versenyzünk egymással, meg nézzük, hogy ki mire képes, ki mit tud. Jaj, te még csak ennyit tudsz, ó, hát ez semmi. Tehát, így az emberek nem gondolkoznak, és nagyon sokszor velem is előfordult, hogy gondolkodás nélkül csak úgy kimondtam dolgokat, és ez előfordul az emberrel, ez egy, ez egy hiba. Ezt valószínűleg lehet azért tudatosan kontrollálni, én törekszem rá, nem mindig sikerül, biztos, hogy nekem is nagyon sokszor félre sikerül, de például azon is igyekszem, hogy oké, okay, tudjuk, hogy a dohányzás mennyire káros, de amikor így mondják nekem, hogy mennek cigizni emberek, akkor így igyekszem magamon dolgozni, és, és magamba tudatosítani, hogy okay, oké, lehet, hogy ő megy cigizni, de ez az ő dolga, és kész. És nem kell arról ítélkezni. Meg na, azt figyeltem meg, hogy nagyon sok emberen embernél ez egy ilyen kulturális hatás. Tehát nem tud életmódot változtatni, nem tud oda, elkezdeni odafigyelni magára, mert a, a rokoni, meg a haveri körben ott egyszerűen hülyének nézik attól, hogyha ő most elkezdi kontrollálni a függőségeit, meg odafigyelni az egészségére hiszen ez itt nem úgymond divat, tehát hogyha te azt mondod, hogy bocsi gyerekek, én nem iszom, mert káros nekem, akkor már így néznek, hogy mi a szösz, ha meg még hozzáteszed, hogy te még csak nem is cigizel, akkor is már fura vagy, és a legmeredekebb, mikor közlöd, hogy te nem sütizel és nem csokizol. De miért? És és akkor próbáld meg ezt elmagyarázni, amit amúgy egy endokrinológus szakorvos is sokszor nem ért, hogy bemegy az ember, és közli, hogy, hogy szénhidrát függő vagyok, és évek óta, évek óta szénhidráttal tartom magam életben, és akkor azt mondja, hát de maga nem túlsúlyos, súlyos, nincs semmi baja. És nem foglalkozik azzal, hogy a, a legújabb kutatások szerint az embernek lehet hormonális problémája, vagy szénhidrátfüggősége úgy is, hogy közben jó a testsúlya, tehát nem túlsúlyos. És igen, a, a kultúránk az nem arról szól, hogy az emberek odafigyeljenek magukra, vagy másokra, és ez nagyon hat az emberekre, és amikor fiatal voltam, de még évekkel ezelőtt is ez borzasztóan hatott rám. És ja, a hétvégén volt egy nagyon jó élményem, egy nagyon izgalmas élményem, amit mindenképp szeretnék megosztani, mert lehet, hogy más is így volt vele. Én 46 éven keresztül, tehát én most leszek nem sokára 46, 46 éven keresztül úgy éltem, hogy sose hallgattam magyar ilyen mulatós nótákat, pláne nem a pajzán fajta nótákat. És tudom, hogy nagyon sok embernek ez ilyen vicces, hogy úristen, ennyi időt megélt és pont ilyen zenét nem hallott. És igazából én is röhögtem magamon, mert amúgy gyerekkorom óta nagyon szeretem az egzotikus, különleges, izgalmas dolgokat, és, és, pont, pont azt hagytam ki, ami itt van egész közel hozzám. A magyar kulturális dolgokat. Jó, persze mentünk a skanzenbe, meg nagyon szerettem a, a magyar népzenét, meg, meg a népviselet tetszett, meg egy csomó ilyen népszokást tartottam nagyon izgalmasnak, de, de például nem voltam még busójáráson, nem voltam disznóvágáson, nem voltam lakodalmon, és még sose vettem részt ilyen, ilyen random mulatozáson. Jó, egyszer voltam a volt férjem révén egy névnap megünneplésén, már az nekem ilyen nagy izé volt, mert, mert valahogy hát nálunk is fölköszöntetik, mindig fölköszöntjük egymás névnapon, mert ez így Magyarországon ünneplik az emberek a névnapot, akkor is, hogyha reformátusok, vagy még a zsidók is, tehát a, a, kicsit a helyi kultúrához alkalmazkodó zsidók nyilván tartják, hiszen a nem zsidó barátaik fölköszöntik őket, és akkor fogadják a köszöntést, meg odafigyelnek, hogy a másiknak mikor van névnapja, én nagyon sokszor nem figyelek oda, bevallom, mert én úgy gondolom, hogy bármelyik nap föl lehet köszönteni valakit annak okán, hogy milyen klassz, hogy ő létezik. Tehát ehhez nem kell szülni nap névnap, mindegy. És, és mondom, hogy hogy én nem vettem részt ilyen mulatozásokban, fogalmam sem volt úgy nagyon, hogy ez így hogy zajlik. És valamilyen vidéki csoportnak a komment folyamába, posztolt valaki Facebookon egy linket, ami egy nótához vezetett a YouTube-on. Rákapcsoltam, és így, ha, ilyen van. Tehát ilyen abszolút ilyen pajzán pornográf tartalom volt, de ez kb. olyan felfedezés volt, mikor a volt párom megmutatta, hogy János Pannoniusnak voltak ilyen pajzán költeményei. Az is nagyon érdekes volt nekem, mert amikor tanultunk az iskolában János Pannoniusról, akkor ezt valahogy úgy kihagyták, és általában az átlag magyar gyerekben úgy, hát János Pánonius egy ilyen unalmas figura, vagy nem tudom. Tehát az akkori koromban én nem tartottam izgalmasnak. És felnőtt korban ismertem meg, hogy jé, hát volt János Pannoniusnak ilyen oldala is. Na most, most meghallgattam, hogy milyenek a magyar nóták pajzán oldala. És utána így, ezt meg is osztottam Facebookon, hogy ez micsoda felfedezés volt, mert így kicsit röhögtem magamon, hogy erről nem tudtam. És annyi mindent tanultam, ami ilyen távoli kultúrákhoz tartozik, és pont erről nem tudtam. És utána megosztottam egy vidéki barátommal ezt, és mondta, hogy ja, igen, ezek jók, ehhez kellő mennyiségű pálinkát kell inni. Na. Én ezt a pálinka ivást sose tudtam átérezni, mert nem fogyasztok alkoholt, mert káros nekem. És nálam az úgy hat, mint egy drog. Nem jó, abszolút nem jó, még a kis mennyiség is. Volt olyan, hogy próbált velem elhitetni egy haver, hogy ja, ez csak 1,5%-os sör, ezt ihatod, és utána olyan diszociatív állapotba kerültem, hogy így néztem, el voltam varázsolva, de így hetekig. Tehát nem szabad mindenkinek alkoholt inni, és sokan egyébként nem veszik észre, mikor ilyen állapotba kerülnek az alkoholtól, mert az alapállapotuk ez az elvarázsoltság. Mm. És uh, én viszont elég érzékeny vagyok rá, én észreveszem. Na és így írta, hogy hát ehhez kellő mennyiségű pálinka kell. Aztán átküldtem egy barátnőmnek, és ő meg küldött vissza valamit, ami konkrétan az a nóta volt, hogy mi mozog a zöldleveles bokorban. És én ezt meghallgattam. Hát halálra röhögtem magam. Ráadásul De egy olyan, olyan linket osztott meg velem, ahol ilyen aranyos kis fényképeket így be, bekapcsoltak ehhez a nótához. Tehát ilyen rókát, meg nyulat, meg mit tudom én. És, és valahogy így baromira jól szórakoztam rajta, és akkor erre is írta a haverom, hogy na hát ez egy kilenc pálinkás, vagy nem tudom melyikre írtad. Az a lényeg, hogy azt írta, hogy inni kell hozzá. És én, anélkül, hogy ittam volna hozzá a pálinkát, hát én röhögtem. De így csak úgy a szövegen, meg az, az egésznek a feelingje, az a, az a, ritmus, az a magyar nóta ritmus nekem baromi vicces volt. Olyan volt, mint hogyha így, így, így fölbontották volna a koponyámat, és az agyamat csikiznék. Tehát így mindig is amikor véletlenül meghallgattam ilyen nótákat, akkor volt nekem már ez a feeling, hogy úristen, milyen cringe ez a, ez a ritmus. Tehát ez, vannak ilyen zenék, amik az emberben így ilyen tűzi játékot okoznak. Ne, lehet, hogy nem mindenkiben, és biztos, hogy vannak, akiknek ehhez külön még inni is kell. De nekem ez olyan élmény volt a hétvégén, és mondom, hogy sokszor ilyen előnyöm van abból, hogy érzékenyebben reagálok dolgokra, mert Utána, még tegnap is, még azután is, hogy ért egy ilyen stresszfaktor a munkahelyen, ö, utána is ezen röhögtem délután, így félállomba feküdtem, és így néha eszembe jutott, hogy mi mozog a zöld leveles bokorban. <laughs> és remekül -e szórakoztam rajta, és arra jöttem rá, hogy valószínűleg nagyon sok ember úgy él, hogy így egyik mulatozástól a másikig valahogy kibírja, és közben a fejébe még megy a tuktuk. -tuk, és, és akkor valahogy kezdtem így átérezni, hogy mi is, mi is mindannak a kulturális alapja, ami itt a helyi embereket sokszor beleragasztja egy ilyen, egy ilyen olyan állapotba, amiből évekig nem jönnek ki. Mert így így elröhögcsélnek, meg, meg, meg izé, tehát így el vannak varázsolva gyakorlatilag, és akkor, és akkor megmaradnak ezen a, ezen a szinten, hogy így, így valami rossz, de nem vizsgáljuk meg mi ilyen. Tehát én például olyan vagyok, hogy én valami rossz van, akkor elkezdek így gondolkodni, kibontani, elemezni, boncolni. És nagyon sokan ezt ilyen szörnyűnek tartják. Mert, mert az általános viselkedés nem ez. Az általános viselkedés az, hogy ilyenkor iszunk egy pálinkát, és a, a hardcore változat az, amikor még berakunk hozzá egy kis magyar nótát, sőt, még összeülünk másokkal, és együtt röhögünk rajta. És ez igazából nagyon érthető, mert hát az ember nem arra vágyik, hogy az élet bonyolultabb legyen, így valahogy automatikusan megy az egyszerűbb irányba, és hát én is sokszor úgy élek túl, hogy az egyszerűbb irányba megyek. De azért rajta szoktam kapni magam, amikor ilyen történik. Viszont nagyon jó volt ezt meglátni, meg pláne, amikor a haverommal írogattunk, hogy, hogy így küldtem neki ezeket a nótákat, és akkor ő megírta, hogy ez hány pálinkás, akkor én egyszerűen csak rájöttem, hogy hát basszus, itt igazából ezért nem tudnak a ö, modernebb, meg tájékozottabb, meg tovább tanultak orvosok egy újfajta szemléletmódot megvalósítani, mert egyszerűen ez a kulturális háttér. És hogyha most hirtelen, mit tudom én, valaki, valaki egy betegségből felépülve úgy dönt, hogy ő nem fog többet mulatni a haverjaival, rokonaival, hanem ott ül színnyózanul és úgy hallgatja azt, hogy mi mozog a zöld leveles bokorba, akkor lehet, hogy ő nem tud úgy röhögni rajta, mint én, mert amikor évekig nálad az működött, hogy ilyenkor itt áll, és még rágyújtottál hozzá, akkor, akkor ez borzasztó nehéz. Én már gyerekkoromban is mindenféle hülyeségen tudtam röhögni, nem kellett hozzá alkohol sem, meg semmi tudatmódosító, mert egy borzasztó érzékeny gyerek, Pont ugyanannyira tud boldog lenni, mint amennyire kétségbe tud esni, vagy mint amennyire meg tud ijedni. És ez sokszor egy áldás. És nagyon sokszor azt éreztetik a neurodiverz emberekkel, hogy, hogy az ő állapotuk az gáz, meg, meg milyen rossz, meg hogy az ő érzékenységük az ilyen, uh, ilyen furí, meg minden. De tulajdonképpen a mi érzékenységünknek van egy baromi jó oldala az, hogy egyáltalán nem kell kémiai szerekkel bombázni az agyunkat, és, és erre nagyon sokáig én se jöttem rá, mert így elhittem ezt a, ezt a, ilyen, nem tudom, ilyen külső hatást, ezt a dumát, hogy, hogy gáz, ahogy működsz, és, és neked mindenféle gyógyszerekkel kell magadat így lenyomni, pedig igazából az ember, hogyha elkezdi magát tudatosan megélni, meg másokat is tudatosabban szemlél, akkor rájön, hogy igazából nincs itt semmi baj. Persze akkor van baj, hogyha valakire nagyon hat egy olyan hatás, ami neki személyesen káros, az rossz, vagy hogyha ő a környezetére úgy hat, hogy ott a környezet nem tud ebben mit csinálni, vagy nem tudom, tehát itt, itt, itt ez egy nagyon összetett dolog, és ezért, ezért kell nagyon, nagyon óvatosnak lenni, mikor így megítélünk helyzeteket. És ugyanígy például, amikor a vízszérműtét utáni lábadozásomról van szó, akkor szerintem az szóljon hozzá, aki pont ugyanúgy működik, mint én, és olyan nincs. Úgyhogy, ja, és tegnap a munkájában volt egy nagyon kellemetlen élményem ebből, hogy már elmúlt tíz óra, fél 11 volt, és lementem az irodába, hogy, hogy a havi kis Excel táblázatot megnyom, kinyomtassam, és nagyon fájt már a lábam, feszült, meg mindent éreztem, hogy ez, ez itt már nagyon gáz, nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy fogok hazajutni, és tudtam, hogy muszáj fölteni a lábamat egy picit, és föltettem így az asztalra. Így. Miközben írtam az Excel táblázatot, és bejött mellé, mellém egy kolléganő, aki ö, nem is köszönt, meg teljesen átnézett rajtam, de ezt már megszoktam, ez, ebből nem csinálok ügyet, ő így működik. Ö, és írtam a munkámat, ő is a mellettem lévő asztalnál, és egyszer csak megszólal, hogy teszed le a büdös lábad azonnal. És én meg így néztem, hogy tessék, mi? És így azt mondtam neki, hogy nem. Mert nem azt kérdezte, hogy figyelj, miért van a lábad az asztalon? Vagy, vagy azért vannak ilyen finomabb ö, szólásmódok. Tehát, hogyha őt zavarja azért lábam az asztalon, akkor megvan rá a lehetősége, hogy úgy döntsön, hogy kulturáltan közli ezt. De, de az a lerohanás, az nem azt fogja kiváltani, hogy valaki leteszi a lábát. És én így teljesen így nyugodtan így maradtam, föltett lábbal, úgy éreztem, hogy ezek után nekem semmi ö, magyarázkodással nem tartozom, és mondtam neki, hogy nem teszem le, és nem kezdtem el magyarázni, hogy miért nem, mert azok után, ahogy ő nekem szólt, semmi köze hozzá. nem, Nem akartam bedobni ezt a jaj, most megműtöttek, jaj, sajnálj kártyát, mert az, engem ne sajnáljon, akinek az igazi arca olyan, hogy, hogy így ráüvölt egy random emberre. És akkor tényleg annyira kellemetlen volt, három és fél hétig rám senki se üvöltött, senki se beszélt velem ilyen stílusban, és, és baromi rosszul esett, hogy bemegyek, elvégzem a munkám, mindent beleadok tényleg, és egy nagyon jó foglalkozást tartottam, és nagyon élveztem mindenki, és nekem is sikerélményem volt, sőt a demenciával élő, élő lakók emlékeztek rám, és mondták, hogy jaj, ő a kultúros, és az annyira kedves volt. És ez a kolléganő valahogy nem vette észre magát, hogy neki ebben a helyzetben nem így kellett volna viselkedni. Ö, én pedig... Mondtam neki, hogy nem büdös a lábam, majd utána, hogyha gondolja, lefertőtlenítem az asztalt. Ő akkor még üvöltött egy sort, én utána felálltam, mert végeztem, lefertőtlenítettem az asztalt, és ott hagytam. Csak azért azt úgy, úgy, úgy megjegyezte magamba, hogy hát a fene meg, hát miért kell így szólni? Hát, hogyha ő zavarja a lábam, akkor meg is kérdezheti, hogy te figyelj, miért rakod föl, ne haragudj, ez engem zavar. És akkor elmondom neki, hogy bocsánat, tele van véröm, lenyel a lábam, most műtötték, és amikor már órák óta lefelé lóg, akkor már elkezd nagyon fájni, és nekem még egy óra után van hazáig BKV-val. És most viseld el azt, hogy az lábam az asztalon van, mert nem koszos, és az asztalt utána le lehet törölni. Ezt meg lehetett volna így beszélni, de ő ehelyett úgy döntött, hogy rám üvölt, és, és nem hiszem, hogy én lennék ilyenkor a hibás, hogyha ilyenkor nem húzom be a farkam is, megyek le ilyen nyújóka üzemmódba. Aki üvöltözik emberekkel, az készüljön fel rá, hogy ott bizony le fognak ereszkedni a Határzárak, és nem fogják őt cserébe az üvöltözésért majd megszeretgetni, meg kedveskedni vele. Tehát, tehát aki üvöltözéssel indít, az ha csak nem éppen ő ellátotti beteg, vagy nem tudom, páciens státuszban van, az nem fog cserébe magyarázatot kapni, meg kedvességet, és ö, szerintem örülhet, hogy én nem üvöltöztem, én próbáltam megőrizni a nyugalmamat, már, már amilyen nyugalma az embernek van, de de azért döbbenetes volt. Tehát, ö, hát ja, nem baj, mindig van egy első alkalom. Most ö, megtapasztaltam ezt, csak mondjuk a műtét utáni első munkanapomon jobban esett volna, hogyha köszön, Kedvesen érdeklődik, hogy szia, hogy vagy, rég nem láttalak, miért van a lábar az asztalon, akkor elmondtam volna neki, és akkor megtanulta volna, hogy nem parancsolgat másoknak. De mondjuk így is megtanulta, csak jobban fájt neki. És uh, amúgy meg nem értem, mert ha én bemennék egy, egy ilyen szituációba, tehát így bemennék egy he helyre, ahol ott a kollégám, akinek fönn van a lába az asztalon, akkor először is nem szólnék rá, mert Miért? Felnőtt ember. Gondolom, fáj a lába. Nem azért rakja az asztalra a fél lábát, az egyiket, ilyen fura kitekert módon, mert neki az kellemes. Nekem baromira nem kellemes földrakni És én nem is érzem azt, hogy nekem ki kéne oktatni valakit, aki fölrakja a lábát. Tehát, hogyha a lába nem sáros, és nem bűzlik messziről, vagy nem tudom, de még hogyha nem tiszta. Akkor is az asztal az egy tárgy, amit utána le lehet törölni. És uh, nem nyilvánosan tettem, és nem tudom. És az volt a vicces, hogy utána mentem haza a villamoson, és ott is muszáj volt fölrakni a lábamat, persze nem a cipőmet raktam föl az ülés, de azért máshogy ültem, és két ülést elfoglaltam, és senki nem jött oda hozzám leüvölteni, kioktatni. Tehát a villamoson megkaptam azt az empátiát és azt az elviselését a másiknak, amit ott a, az irodában nem kaptam meg attól az egy személytől, mert amúgy a többiek meg nagyon kedvesek voltak meg. Tényleg az égvilágon senki sem bántott, vagy senki sem szólt engem meg, csak az az egy személy. És akkor ilyenkor azért kiderül, hogy hogy nem én vagyok a nem tudom kicsoda. Az elviselhetetlen. Mert mert én régen, régen, fiatalabb koromban, amikor egy ilyen helyzet ért, akkor én mindig borzasztóan éreztem magam, és úgy éreztem, hogy én hát én vagyok egy utolsó valaki. Mert nem néztem azt, hogy kitől érkezik a negatív ö, ö, reakció. De aztán egy idő után elkezdtem nézni, hogy kitől is érkezik a negatív reakció, és mire. És amikor ezt megvizsgálja az ember, és rájön, hogy azért itt, itt ez a dolog, ez nagyon nem fekete-fehér, akkor egyszer csak megnyugszik. Mert hogyha az valóban olyan rossz lenne, akkor ott mindenki, mindenki elítélné, mindenki fejbe kólintaná a verbális gumikalapáccsal, de amikor ez csak egy embernél történik, akkor lehet, hogy annak az egy embernek kéne elgondolkodnia magán, elmenni terápiába, vagy a bajni az alkoholfogyasztást, ami látványosan így krónikusan nem tesz jót neki. Úgyhogy ezen gondolkoztam el, hogy, hogy azért basszus, ez mennyire kifárasztott engem. Tehát, mikor három és fél hétig otthon pihenek, és tényleg így semmi ilyen nem ér engem, akkor egyszer csak bemegyek, és akkor jön egy ilyen ember. És igazából az embernek nem is a munkája nehéz, hanem amikor a munkahelyen ilyen éri. És ugyanígy az iskolában is nekem nem a tanulás volt nehéz, tehát kivéve persze az agyvelőgyulladás gyulladás után a matekot. De nem a tanulás volt nehéz, hanem az, hogy, hogy egy ilyen helyen nem válogatjuk meg a társaságunkat, ott összefúj a szél mindent, és amikor olyan osztálytársak ö, voltak körülöttem, akik mondjuk azon röhögtek, hogy epilepsziás rohamot kapok, és ez nekik baromi vicces volt, és így utánozták, meg elvették a cuccaimat, meg csúfoltak, Ö, akkor azok így nem gondolkoztak el rajta, hogy hát mi is van? És nekem az volt a nehéz az iskolába, és amikor a tanárok ezt a helyzetet nem kezelték, hanem cserben hagytak ebben a szituációban. Itt legalább a munkájában annyit megkaptam, hogy a főnököm megvigasztalt, hogy hát sajnos ő egy ilyen ember, hát tőle nem lehet többet várni, hát ez van, de most már fejlődik, már javul, és akkor én nagyon örültem neki, hogy fejlődik és javul, és remélem, hogy majd még fog tovább fejlődni, és tovább javulni, és egyszer majd képes lesz velem normálisan is kommunikálni, és akkor megtudhatja, hogy én is jó fej vagyok. Mert azért, amikor valaki korbáccsal közelít valaki felé, akkor nem hiszem, hogy, hogy jó reakciót. De nem is tudom ezek, mit várnak ilyenkor. Tehát így már gyerekkoromban is csodálkoztam, hogy amikor ilyen random iskolatársak, meg osztálytársak engem bántottak, akkor azt gondolták, hogy majd akkor én barátkozni fogok velük. Hiszen egyértelműen érződik, hogy figyelemhiányosak, és bármit elkövetnek azért, hogy odafigyeljenek rájuk. Ha más nem, akkor bántják a másikat. De az nem jut eszük be, hogy sokkal több figyelmet kapnának és pozitív reakciókat, hogyha kedvesek lennének. Hát úgy látszik erre meg kell érni. Nem tudom, van, aki talán sose érik meg rá, de, de mondom, elgondolkoztató, mert nagyon-nagyon hasonlít az iskolai bullyingre, az, amikor a munkahelyen az embert valaki próbálja így ledominálni, meg, meg, így a háta mögött beszélget dolgokat, és, és ezt egész addig csinálják, amíg az illető meg nem szólal. Mert egy idő után az illetőknek elegük van abból, hogy valaki szabadon bullyingolhatja őket, hivatkozva minden nehéz családi háttérre. Bocsánat, nekem is nehéz volt a Mindenféle gyerekkori dolgaim, meg traumáim, az nem azt jelenti, hogy trágárul leüvöltök embereket, meg folyamatosan a kosz ömlik a számból a szakmai megbeszéléseken. Tehát tehát ezt így nem lehet. És, és nagyon furcsa, hogy, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol ez így, így el van, így tűrve, vagy nem tudom mert, mert amúgy lehet ezen javítani, lehet ezen segíteni. Vannak emberek, akik ö, próbálnak ezen magukon javítani. Na ja, tanulság, legközelebb, ha bejön ez a személy, akkor én kimegyek. De, de vicces. Csak így sose fogja megtanulni azt, hogy hogy kéne kommunikálni. ja... De viszont nagyon büszke voltam rá, mert végre, végre úgy tudtam helytelni egy ilyen szituációba, hogy a provokációra nem reagáltam ugyanolyan agresszióval, hanem viszonylag nyugton tudtam maradni, és úgy tudtam meghúzni a határokat, és éreztetni vele, hogy nem ő parancsol, hogy ahhoz nekem nem kellett kiborulnom. És persze belül éreztem a feszültséget, de Utána ezt helyre raktam, viszont, viszont ez engem nagyon elfárasztott. És nincs joga egy embernek se a másik embernek az élet erejét leszívni provokációval, meg ilyen hisztikkel, meg ilyen gyermeteg cirkuszokkal. Mert ha megnézzük, hogy mi történt, önmagában az, hogy valaki felrakja a lábát egy asztalra, az nem egy olyan Topik nem egy olyan téma, egy, egy olyan történés, amin ki kell borulni. Tehát az országban azért nagyon sok olyan dolog történik, meg a világban, ami ennél sokkal felháborítóbb. És azokon lehetne így felháborodni. Ja, hát akkor már így polgárháború lenne. Tehát sokkal könnyebb felháborodni azon, hogy valaki fölteszi a lábát az asztalra, ott hagyja a poharát egy másik asztalon, vagy ilyen kis apróságok. Na ja, de amúgy meg a gyereknevelés során jön rá az ember, hogy nem érdemes minden apróságon kiborulni, mert hogyha az ember minden apróságon kiborul, akkor a lényegi dolgokra nem tud koncentrálni, és, és elfogyasztja magában az erőt, tehát a stresszt elfogyasztja olyasmire, ami igazából abszolút nem releváns. Mert hogy egy, másik ember hova rakja az a lábát, redesül okkal, az igazából egy teljesen irreleváns dolog. Tehát amíg nem az arcomba rakja a lábát, addig ö, mi van? Na ja, szóval ezen gondolkoztam el tegnap is, meg még ma is egy picit gondolkoztam rajta, és nagyon remélem, hogy holnapra ezt a gondolatmenetet sikerül lezárnom. Mert nagyon kellemetlen, mikor érengem engem egy ilyen uh, inzultus, és utána visszamegyek arra a helyre, és úgy benne van egy kicsit az, hogy nah, meg, az megint jöhet itt, valamit beszólhat, és akkor, és akkor az emberben már van egy ilyen hülye érzés. Tehát nem szabadna így bánni emberekkel, hogy így leüvöltjük a fejüket. És uh, ezt meg kell tanulni. Mert én nem adtam erre okot. Nem olyat csináltam, ami miatt engem le kellett volna üvölteni. Mert persze vannak olyan dolgok, amit csinálnak emberek, ami miatt üvölteni. Hát nem kell, de előfordul. De ez, ez nem az volt. És, és én értem, hogy számára ez volt, de, de akkor, meg, akkor meg ezen dolgozzon, hogy, hogy a másik embert ne traumatizálja. Nagyon, nagyon nehéz ez. És komolyan az, az a döbbenetes, hogy, hogy, hogy egy olyan helyen dolgozok, hogy így meghallják mások, hogy úristen, hold, jaj, demenciával élő emberekkel, úristen, az biztos nagyon nehéz. És igazából a demenciával élő emberek, meg a beteg emberek sokkal normálisabban viselkednek sokszor, mint azok, akiknek nincs diagnózisuk. Tehát az az igazság, hogy engem még sosem ért ilyen inzultus az ellátottak részéről. Tehát az ellátottak oldalán sosem volt még ilyen, hogy velem agresszívak lettek volna. Mert nem is tudom. Tehát így ez ilyen érthetetlen. Biztos van erre magyarázat, de... De... Na ja, ezzel még lehet, hogy gondolkozni fogok egy kicsit. De lehet, hogy annak kéne inkább ellátottnak lenni, aki valakit azért leüvölt, mert fölraki a lábát. Úgyhogy kész. Tehát így, így. az az igazság, hogy szerintem tele van ez az ország ilyen emberekkel, és, és ezért is van minden ott, ahol van. De nem akarok így politizálni, csak tényleg ezt tesz egy ilyen helyet kellemetlenné és élhetetlenné, mikor mikor egy, mikor egy bármilyen ilyen kis apró megnyilvánulásra olyan reakciót lehet kapni, hogy, hogy így. Ó, uh, tehát így ez, tehát ezt fel kell dolgozni. És lehet, hogy ott abban a szituációban én ezt úgy, úgy próbáltam higgadtan kezelni, és jó van, akkor most itt marad a lábam, és ott marad, de, de igazából ezek a szituációk a kellemetlenek. És, és igazából elérte ez az ember, amit akart, megkapta a figyelmet, Sőt, még utána gondolkoztam is, sőt, sőt még belekerült az egyik videónaplómba, tehát boldog lehet, hogy híres lett így név nélkül, de igazából nem értem, ezt elérte volna akkor is, hogyha kedvesen odafordul hozzám is, megkérdezi, hogy mi történt a lábammal, és. és bocsánat, csak közben volt egy hívásom. Tehát, hogyha kedvesen odafordul hozzám, és megkérdezi, hogy mi történt a lábammal, és mondjuk egy ilyen small talk, aranyos kis beszélgetésbe elegyedik velem, akkor megkapta volna ezt a figyelmet, maximálisan, ráadásul pedig pozitívan. És akkor lehet, hogy el tudnám mesélni a videónaplóba, hogy milyen jó esett, hogy egy kedves kolléganő érdeklődött a hogy létem felől, aki eddig nem szólt hozzám, és nem köszönt, és most... Milyen jó volt megtapasztalni, hogy neki is van egy kedves oldala. De ezt a kedves oldalát nekem nem akarta bemutatni, de nem is baj, mert így legalább ismerem az ő valós lényét. Hiszen, hiszen akkor ezek szerint a kedves oldala meg valami, nem tudom mi, valami alternatív, nem tudom, ijesztő volt. Én nem is tudom. Mert oké, okay, tőlem üvölcsön otthon, tehát így az ember a saját négy falak közt néha kiventillálja a feszültségeit, de hogy már a munkahelyen elkezdjük ezt, akkor mi lehet otthon? Hát akkor hazamegy a négy fal közé, és az lángszóróval mindent? Vagy vannak emberek, akik, ez, akiknél ez fordítva működik? Tehát kiüvöltik magukat a munkahelyen, és akkor hazamennek, és ott behúzott farokkal közlekednek, hogy bocsánat, hogy élek. Vagy, vagy nem tudom. Ez érdekes, érdekes. Na ja, szóval így ö, három és fél hét pihenés után, és műtéti lábadozás után, ez egy nagyon-nagyon érdekes és nyomot hagyó kezdet volt, ö, de szerencsére a negatív élményt azért kompenzálta az, hogy voltak nagyon aranyos kollégák, akik tök cukik voltak, meg normálisan beszéltek velem, meg az ellátottak is tényleg... Csak jót kaptam tőlük, tehát ez nagyon jó volt. Az az egy ember, meg majd nem tudom, majd feldolgozza, hogy nem sikerült így engem, nem tudom. Vagy nem tudom. Lehet, hogy pont ez volt a célja, hogy egy ilyen negatív kontextusba foglalkozzak vele pár napig, és akkor mégiscsak szerepeljen az életembe, annak ellenére, hogy nem szokott nekem köszönni. Pedig egyszerűbb lenne neki normálisan kommunikálni. Na ja, ilyen ez. Ez is egyfajta egzotikum a kultúrának egy, egy érdekes szegmense. Na ja. Minden esetre sokan biztos ezért hallgatnak ilyen vicces nótákat, mert éri őket egy ilyen inzultus, és akkor, fú, úristen, mit csináljunk ebben, nem tudunk rajta elgondolkozni órákat, mert nem érünk rá. Dobjunk be egy pálinkát, röhögjünk! És tényleg, lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, de én csak ilyen teljes kávét ittam most, az nem kellően tudatmódosító, úgyhogy, na ja, nem baj. Majd, majd ez érdekes. Majd kíváncsi vagyok, hogy holnap mi lesz, és lehet, hogy arról is készítek egy videónaplót, mert ha már sajnos a nyakam, meg a szemem miatt az írogatást, meg a rajzolgatást nem tudom folytatni, de legalább akkor meg lesz örökítve egy videónaplóban, hogy, hogy az embernek ö, mindenféle neurodiverzióval és krónikus betegséggel élve, és megváltozott munkaképességüként, még milyen plusz nehezítések vannak a munkahelyén, amellett, hogy jól elvégzi a feladatát, még milyen egyéb dolgokat pakolnak rá, amivel meg kell birkózni. Ezek nagyon érdekesek. És esetleg lehet, hogy megnézi az a kolléganő, és egy jobb és nyugodtabb órájában elgondolkozik rajta, hogy ja... Lehet, hogy nem is kéne baszogatni azt az illetőt. Lehet, hogy megvan neki a maga nehézsége, és baromira nem kéne vele üvöltözni. Hát ha. Vagy megnézi egy teljesen idegen, aki másokkal dolgozik együtt, és elgondolkozik rajta, hogy jé, én is szoktam üvöltözni a munkahelyemen másokkal, kis piszlicsáré dolgokon, hát akkor hagyjuk abba. Legyünk kedvesek, ne ártsunk egymásnak. Sziasztok!